2006-ban írt ki a főváros egy pályázatot a Pál utcai fiúk kiadásának 100. évfordulójára. A regény bármely részletéből bármilyen jelenetet választhattak a pályázók. Három helyszínt jelöltek erre meg. Én ezt a szobor állítására igazán nem alkalmas útszéli kis zugot jelöltem meg. Én pályanyertesként az Einstein jelenettel álltam elő, és hát a utcazug adottságaihoz komponáltam ezt az eseményt, és magyarázó szövegként egy részletet a szobrok fölött elhelyeztem a falon. Nightbirds from the nest above sang that melody of love. There was a thrill and now it is gone. We kissed until the steel of the dawn, listening to that melody of love. Ez egy drámai felütés a regény elején, amikor a Pál utcai fiúk golyóznak, a kisfiúk és a pásztorok pedig kinézik maguknak a játékszert és einstandolják. Nagyon híres szállóhigébé vált szó ez az Einstein, elveszik a golyóikat. Ebben jelenik meg az a dráma, az a feszültség, ami aztán végigkíséri a regényt. Én azért választottam ezt a jelenetet és ezt a helyszínt, mert ez egy iskola épület, és tulajdonképpen az iskolába jövő és onnan távozó gyerekek, az itt még beszélgető, játszadozó gyerekek körébe illik, illetve hát az ő tevékenységükhöz is kapcsolódik ez a kis játékos zsáner csoport. Élővé akartam tenni, vagyis közvetlenebbé az épület használatához illeszteni a szoborcsoportot. Egy kicsit próbáltam a gyerekek viseletével, ezekkel a tanszerekkel is utalni a keletkezés korára, ugyanakkor pedig a mai gyerekek viselete is megjelenik például a pásztorok figuráján, de az egyik guggoló gyerek zsirárdi kalapot visel, Nemecsek pedig azt a jellegzetes sapkát, vagy kis kalapot, amit a Fábri féle filmben is a gyerek szereplő hord visel. Zsáner szobrokra szoktuk mondani, hogy ezek nagyon szerethető szobrok. Ugye ezt nem tárlatlátogató közönség nézi, használja, és szó legszorosabb értelmében használják. Hát például ezt a szoborcsoportot a gyerekek megmásszák, fényképezkednek mellette a turisták, ráülnek, mellé állnak, mókáznak, beállnak golyózni például mellé, és hát a minőségét pedig azt határozza meg, hogy mennyi plusz tud hozzáadni az ember, vagy mennyire hozza azt a hangulatot, ami az alapját képezi. Gyakorlatilag egy másik műnek az adaptációja, vagy szobrászi megjelenítése.